Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és osszam nektek a következő videót, ami nem más, mint ChatGPT lesz isbét, ha jól tudom, már negyedszerre. Á, igen, nem tudom, nagyon érdeklődök, nagyon-nagyon tetszik nekem ez a mesterséges intelligencia, ugye ez az, okos, kiválóan okos intelligencia. És ugye folytatom vele a dumálgatás beszélgetést, ami egy csomó érdekes tényt szeretnék vele közölni, hogy segítsen, hogy tudja-e, hogy bármi jobban ki tudja fejteni a szavait. Szóval, ja. Na, ma össze-vissza ilyen vegyes lesz. De most nem nagyon akarok a posztapokaliptikus témát feldolgozni, elég volt egyszer. Ma lehet, hogy legközelebb majd lesz, de most ilyen vegyesen fogok bármit kérdezni tőle majd. És a többi. Na de mindegy. Ha előtte nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Nyomd be a csengőt, és jönnek az újabbnál újabb videók. Na és akkor jöhet is. Ugye itt is van. Na mit kérdezünk tőle? Oké. Meg vagyok jelölve Facebookon. Köszönöm szépen. Én moziban voltunk, de erről majd egy másik videóban fogok beszélni majd, hogy tetszett maga a jó film, amit néztünk, de azt mire már árulom el. Na mit is kérdezek tőle? Ó! Oh. Megkérdezem, hogy Némo kapitány létező személy volt? Ugye Verne Gyula, aki nem is francia volt, ha jól tudom, és ő írta a Némo kapitány című regényt, ami ugye van is. Itt is vele is írta. Nincs bizonyíték arra, hogy Némo kapitány valódi személyként létezett volna. Az 1500 mérföld a Családos tenger alatt című regénybe Jules, vagy hogy is mondjam, Jules Verne alkotta meg a karaktert. Azonban bizonyos elméletek szerint a karakter összetétele lehet valóságos emberek inspirációiból is, például a francia oceanográfusról, Paul Renaultról, vagy az egyiptomi függetlenségi harcosról, Ahmed Orabiról. Na. Aha, értem. Azért kikeresve ezt a két szemét. Hát, ő Ahmed Orabi. De neki mi köze van? Némo kapitány az a bűnnek. És ez a Paul Renault. Vagy ki? Aha. Az lehetett a... Mi az a nő ott? Hát, akkor mindegy. Látszik, nincs róluk kép. Hát, jókat írt, de nem volt semmilyen kép. Na mindegy, mi legyen a következő? Várjatok, mi legyen a következő? Én gondolkodom. Várjatok. Megkérdeztem, Mária Teréziának hány gyermeke született? Az igen, öcsém. 16 gyermeket szült, oké. Azért mondom, hogy azért, ugye osztrák volt, szóval nekik azért régen eléggé keményen ment. Mi? Köszönöm, hogy beleszólsz. Már kérdezem, mi? Hát az, hogy 16 gyermeket szült Mária Terézia, az. Köszönöm szépen ma a kérdést.
Köszönöm az infót ma. Megoldtam. Mi? Azt hittem, hogy neki beszélek. Nem, nem baj. Na. A következő kérdés. Azért durva amúgy meg ez, hogy 16 gyermeket szült öcsém. Most a mamám arra mondta, hogy mi. Ugye, amikor mondta, hogy 16 gyermeket szült. Hát miért? Hát nála ez így mert. Nem tudom, hogy hogy lehet így elképzelni ennyi gyermekkel amúgy meg. Tudom, hogy ez ilyen osztrák hagyomány, de hogy Mária Terézia ennyi gyereket? Mi a franc? Gazdag volt, de hogy 16 gyermeket eltartani? Öcsém, meg egy kis cash winterten. Hogy mennyi volt ez a 16 gyerek? Oké. Azt a K.A. Az nem semmi. József, a kalapos király. Mária Antónia Lipót, az ismerem, magyar király volt a gyereke? De várj, Mária Terézia, igen, magyar király, de nem osztrák volt? Pedig én úgy tudom, hogy Mária Terézia osztrák volt. Halljátok, bárki, aki jobban ismeri Mária Teréziát, írja már meg kommentben, osztrák volt, vagy magyar volt-e? Vagy várj, nem kell megírni, mindjárt ki is keresem, de... Jesus Christ! Itt van. De... Magyar? Nem, osztrák volt? De itt van, de mi? Itt van, hogy Habsburg-házaszáz a német-római császári hercegnő, országfőherceg, magyar cseh és német király hercegnő. Mind egyszer, mindegyik lotaringiai, ami ház megalapítója, mindegyik egyszerre, szóval azért mondom, hogy nem csak magyar volt, hanem osztrák. Osztrák. Habsburgházból Bécs. 80-ban hunyt el? Semmi. Tegyük vissza. Na nézzük, csak kiről is beszéljek. Még milyen történelmi tény tárjak fel? Várjatok. Az majd nagyon gondolkodnom kell amúgy meg. Az majd nagyon sokat kell gondolkozzak ezen, hogy milyen a következő történelmi kérdés. Várjatok! Megvan! Vink, milyen Vince Klee? Na, Leonardo da Vinci kiről mintázta a Mona Lisát? Mert tudom, Mona Lisa nem tudom, létező személy volt, de hát úgy tartják, hogy egy... Nem tudunk biztosak jelenteni, hogy Leonardo da Vinci kitől mintázta a Mona Lisát, mivel nincsenek pontos feljegyzések a jegyzetek erre a téren. Azonban a szakértők szerint a modell lehetett Lisa Gherardini, a firenzei Francesco del Giocondo felesége. Nézzük is Lisa Gherardinit. Internetes kereséssel megoldjuk. És valaki éppen írt, de... Itt van. Olasz, nemes lesz a férzé. Keveset lehet tudni. De jó sokat ért ahhoz képest amúgy meg. Na mondjuk azt, hogy jön. Persze. Persze. És komoly! Úgy azt feltételezik, hogy saját magát festette meg. Azt feltételezik, hogy Leonardo da Vinci saját magáról mintázta. Hogy ő lenne az? Na mindegy, hülyeség. Menjünk vissza. Megkérdezem ChatGPT-től, hogy tudja ki az Ezüsthadsereg legendája című regénye főgonosza. Kérdés, hogy tudja-e?
nem tud semmit róla, mert ugye ő egy mesterséges intelligencia, mindjárt meg is mondja, hogy nem tud róla semmit. Az igen. Van is regény? Mi? Az Erősadság legendája című regényben nincs egyértelmű főgonosz, hogy antagonist. A történet inkább az emberi kapcsolatokra, az intrikákra és a politikai játszmákra fókuszál, amelyeket az uralkodók, a királyok és a hadvezérek folytatnak egymás ellen. Van ugyanakkor néhány olyan karakter azonban, aki gonoszságukkal kiemelkednek a többi közül, mint például a hatalomélyes és kíméletlen hadvezér. Nem Dávid hadnagyról van szó, gondolom. Vagy a megtépolyodott varázsló? Bi? What the fuck is this? Milyen varázsló? Aki mindennél többre értékelik a saját céljaikat. De az igazi gonosz az emberek és az erők végtelen összetettsége, amelyek a történetet irányítják. Na jó, van, most lett elég belőle. És azon, aki keresem más, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van. De ott vagyok én, itt van. Akkor de a regényemben nem varázsló van, hanem egy varázsló nincs. De hadvezér az nem hadvezér, még nem is hatalomélyes. És most tényleg igaz ez? De nincsen. Akkor ez az én regényemről van szó. Igen, itt is sütő. Az is a legendája Bina Zsolt. Nincs ezüst hadsereg. Nincsen ezüst hadsereg. Pedig azért mondom, hogy nincsen. Szóval nagyon nem értem, de jó jelom, meg igaza van. De igen, igaz, hogy maga a regényem is inkább az én regényem is inkább az emberi kapcsolatokra és politikai hát emberi kapcsolatokra tud, de uralkodók, hát vannak benne ezek királyok, hadvezérek, de... Várjál, mindjárt megkérdezek, ki írt az Erősadság legendáját. Ugye, azt tudjátok, hogy én írtam, ugye, saját regényem. Mi? Az Erős Hadsereg legendájának szerzője Michael Murkók? Mi van? Na, várjál csak, ki is, keressem őt is. Itt van. Na, nézzük csak. Akkor lehet, hogy neki van ez is hadsereg legendájas? Hát nem tudom, itt nincs semmilyen izé. Hát Michael Murkók. Ez az? Ez is a csereg, ugye? Texas? What the fuck is this? Mi van? Aját, várjál, mindjárt. Oké.
De akkor mi lehet? Akkor ez... Izé jön itt. Akkor ez lehet? Akkor itt van! Hát de jó, oké. Oké, hát más, hát itt másról van szó. Másról van szó. Ez nem is az a hezűs hadsereg, nem látod? Itt van-e? De ebben nincs, az egyben nincs is jeges medve. Nincs is jeges medve, szóval akkor nincs olyan. Értem ám. Értem. Köszönjük még egyet. Ki a világ legszomorúbb embere? Ezt is megkérdezem tőle. Na, mi a válasz? Nem lehet meghatározni, hogy ki a világ legszomorúbb embere, mert mindenki átélhet szomorúságot saját élete során, és mindenki más módon éli meg. Emellett a szomorúság személyes érzés, és nehéz lenne objektív észrevételni az összes ember világszerte. Ó, hát egészen mindenki lehet, tudom. Várját, csak... Ismered? Végig ChatGPT, ugye nem csak magyaroknak lett tervezve. Tudja, hogy ismeri. Hé, csöndben. Ó, végre, magyar köt, aki 1930-as évben jelentős hatást gyakorolt a magyar irodalom első, és a 20. századi magyar líra csúcsát tekinti. Ismertem művek közé tartoznak az Én vagyok a tenger, a tiszta szív, az én időm, és a nem tudható. Az élet rövid és tragikus volt, 1930-as öngyilkos egy Duna parton. Ez az! Tudja, hogy ki József Attila. Ennek örülök. Várjatok! Megkérdezem, hogy ki Szent Gátáncsics? Mert ő egy regényem egyik karaktere, amúgy meg. Szerintem nem tudja, hogy ki az. Na? Tudsz valami jót mondani rá? Gyerünk! Mint az egyetemes magyar történelem egyik kiemelkedő alakja és közéleti személyiség, Táncsics Mihály fontos szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiben. Szent Gálon született, ahol emlékművel áll róla, és az ő nevét visel az Itei Általános Iskola is. Táncsics életpályásra újságíróként, publicistaként és politikusként tevékenykedett, és az ország számos pontján figyelme méltó a szerepet vált a korszak politikai és közéleti eseményeiben. Még van már egy karakterem, Szent Gátáncsics néven, akkor ez, de nem, ma így is jó. Halljátok? Ki Gregory Milano? Azért mondom, mert milyen Gregory Milano a regényemnek a főgonosza. Mi van? Nem tudsz semmit sem mondani róla? Oké. Oké, jön a következő. Aha, most már nem lehet nagyot válaszolni. De majd a következőleg megkérdezem tőle. De addig is ezt így lementem. Köszönöm, hogy elosztottam ezt a videót. Most, hogy legalább jobban, jobb témákat kérdezhettem, és egy csomó képet is megnézhetünk Google-ön. Szóval köszönöm, hogy ezt így bemutattam nektek. Jó, 20 perces lett, így látszik, de nem baj. Én így szeretem. Szóval mindegy. Hogyha akartok, akkor még fogok még ilyent csinálni. Úgy mondom, hogy fogok még ChatGPT-zni. Ugye a következő nem más, mint Rapunzelle fog kikezdődni, mert mivel tudni akarok, hogy valós személy volt-e.
Ha valamelyikötök tudja, akkor írja már meg kommentben, hogy valós volt-e vagy nem. Addig is sziasztok!